A sok nehézséggel küzdő női csapat a dicséretes második helyen futott be, mutatva ezzel a csapat összetartó erejét. Fél évkor első helyen fordultunk, igaz, hogy pont egy ellenséggel, de hát mégiscsak az első helyen álltunk. Terveztük, hogy ott maradunk a dobogon, hogy hanyadik helyen, ez azért nem volt előre lefixálva, ez nem volt biztos. Egy maroknyi, de nagyon erős kis csapatunk van. Ezt úgy tudnám jellemezni, hogy a gólövlista első 20 helyében 5 a mi játékosunk alkotja, ami egyben nagyon jó is, nagyon jó, hogy ilyen erős játékosok vannak. Valóban, amikor esetleg elfáradnak, vagy kis pihenő kéne, akkor nehezen tudok nekik adni erre lehetőséget. Ezen múlhatnak mérkőzések. Valóban nehéz, hogy ideálisabb eset lenne egy 14 fős kerettel dolgozni. A csapat ereje abban volt, úgy gondolom, mert egyrészt abban, amit elmondtam, hogy valóban egy jó képességű játékosok, én azt szerintem elmondható, hogy talán a mezőny legjobb játékos a Kulcsár Gyöngyi, nálunk játszik, vagy posztjukon a Majerlivi, Völgyi akár, szintén talán a mezőny legjobbja is itt az NB2-ben mindenféleképpen. És hát a közösségben, tehát a lányok szeretnek hozzánk járni, szeretnek együtt lenni, munka mellett csinálják nyilván, de örömmel jönnek edzésre és mérkőzésre. Tehát azt mondom, hogy tehetséges, jó játékosok, és szeretnek is együtt lenni. A férfiak előző évi teljesítményükkel magasra állították a mércét. Edzőváltás után egy remek győzelmi sorozatot megszakítva 2 vereséggel végül is nem kerültek az áhított dobogóra. Egy hétfordulóval a vége előtt sosem szerencsés dolog egy csapathoz oda kerülni. Mi megpróbáltam, csodákat nem lehet, tehát aki nem tudott, azt nem lehet megtanítani kézzelabdázni, alapvető változtatásokra nincs mód és lehetőség, hiszen hétről hétre mérkőzések következtek. Legfontosabb feladatomnak tekintettem, hogy egy stabil védekezés megteremtését a csapatnál, és csapategységet összekovácsolni. A társaság jelentős részét, mint ahogy említetted, személyesen ismertem, van, aki gyerekkor óta, így a kanyófivérekre gondolok. Én nem mondhatok semmi rosszat, hiszen egy nagyon jól dolgozó társaságot vehettem át. Mint említettem, talán egy icipicit ez az egység hiányzott belőle. Azt gondoltam, hogy ez ki fog tartani a szezon végéig, de sajnos utolért minket is a nagy csapatok átka, amikor a relatív könnyebb ellenfelek ellen hibáztunk. Összességében a szakosztály teljesítményét jóra értékelték a szakemberek, de azért a fiúktól többet vártak.